A Szovjetunió 1983-ban a nehéz atlétikára specializálta magát. Ott volt ugyanis a súlyelő világbajnokság is. A súlyemelés nagy eseményei azonban már korábban elkezdődtek. Például a márciusi Druzsba kupa fantasztikus világcsúcs esőt hozott. A legnagyobb név akkor Zaharevics volt. Az eddig 5 világcsúcsról volt szó. A most látható fiatalember Juri Zaharevics egymaga 4-et teljesített. Itt a legnagyobb 2 mázsát a kis nehéz súlyak között. Ilyet bizony még a legidősebb súlyemelő rukák sem láttak. Szakításban 200 kg. Most már a lökésben látjuk. 240 kg következik a lökésben és az összetettben is új világcsúcs. Van kilátás. És most már meg is van. Az elmúlt évben még helyből lökött, idén már ollózva, és 10 kg-ot javított az összetett világcsúcson. Ez volt a Druzsba kupák történetében a 100. világrekord. Zaharevics emlékezetes budapesti sérülése miatt, ami a Pannonia kupán volt, a Spartakiádon már nem villoghatott. Szergej Gyidik lökésben 261 kg, ugyancsak világrekord. Последний день турнира штангистов. Всего на счету наших атлетов из спартакиады 10 мировых достижений. Ezzel Pisarenko trónja megingott. Megingott, de nem omlott össze. A világbajnokságon már megint ő volt a világ legerősebb embere, egyébként harmadszor sorrendben. A 3 sorrendbeni győzelem rajta kívül csak Blagojevnek sikerült. A világbajnokságon azonban valaki más is produkált hihetetlent. Most 180 kg-mal próbálkozik a bolgár Stefan Topurov. Szárkiszján nagyon ideges volt, ahogy elmesélték, akik látták, ugyan már 6 jó gyakorlatot teljesített, de mégiscsak Topurov kezében van a döntés. Tőle függ, ki lesz a világbajnok, a bolgár vagy a szovjet. Tentő erőkifejtés, ahogy föláll, de aztán ez egészen fantasztikus erőre val. Ebből a helyzetből képes visszaállni és teljesíti a 180 kg-ot. Soha nem volt még a súlyemelés történetében ilyen szituáció, hogy egy versenyző saját súlyának, saját testsúlyának háromszorosát legyen képes a feje fölé vinni. Most a bolgár Topurov erre is képes volt, közel 60 kg-os testsúlya 180 kg-ot lökött. Ezzel befogta Szarkiszjánt, de meghaladni nem tudta. A harmadik lökése már nem sikerült. Így a versenyt Szarkiszján nyerte. Számunkra ugyancsak maradandó élmény volt Barsi László bronzérma 82,5 kg-os súlycsoportban, és ugyancsak Diós Győri Jacsó József teljesítménye nehéz súlyban. 185-tel fejezte be az első fogásnemet, itt látható Jacsó, 225 kg-os lökése, ez már a harmadik lökése. 5 országos csúcson volt már túl Jacsó. Utolsó gyakorlata, mindaz 5 sikerült eddig a pillanatig. 225 kg, soha magyar ember, férfi sportoló ekkora súlyt még nem teljesített. Most megvan ez is az összetettben, 410 kg. Jacsó József. Fantasztikus ugrás. 215-öt lökött elsőre, 222 felett másodikra, és most a 225-öt teljesítette harmadikra. 410 kg, 6 jó gyakorlat, 7 magyar csúcs. És ezüstérem.